13 éve vagyunk az Európai Unió tagjai, az ígéret ellenére azonban eddig csak az árak nőttek európai szintre, a bérek között viszont tovább nyílt az olló. Ezt Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője mondta Győrben. A párt a fizetések kiegyenlítéséért 8 ország részvételével egy bizottságot alakított, a kezdeményezést pedig az Európai Bizottság is jogosnak találta. Ebben a 8 országban azok a szövetségeseink, hol politikai pártok, hol szakszervezetek, akik ebben a rendszerben, ebben a szövetségben részt vesznek, elkezdjük gyűjteni az aláírásokat, és egy évünk van letenni az asztalra 1 millió aláírást, megvan ennek a technikai részlete, hogy melyik országból minimum mennyit kell összegyűjteni. A Jobbik is természetesen gőzerővel nekiáll az aláírásgyűjtésnek, és reméljük, hogy ezzel európai szintre, brüsszeli szintre tudjuk emelni ezt a problémát. Ha összegyűlik az 1 millió aláírás, akkor az Európai Bizottság napirendre tűzi a kérdést. A párt szerint erre azért is szükség van, mert ahhoz, hogy az Európai Unió gazdaságilag erős maradhasson, csökkenteni kell a belső feszültségeket, amelyek jó részt az országok közötti egyenlőtlenségekből fakadnak. Jelenleg azt látjuk, és ezt láttuk hangsúlyozottan a Brexit kampányban is, hogy a Kelet-Európából, Nyugat-Európába vándorló fiatalok, azok lenyomják a nyugat-európai béreket, és ezáltal ott helyben, Nyugat-Európában is feszültségeket kelt ez a fajta jelenség. Jelenleg azt kell látni, hogy Kelet-Európa kezd lassan kiürülni, a tehetséges fiatalok elhagyják ezt a régiót. Ennek az első és egyik leghangsúlyosabb oka az a bérhátrány Nyugat-Európához képest. A Jobbik szerint attól sem kell tartani, hogy a nemzetközi nagyvállalatok elhagynák hazánkat a bérunió kialakulása után, mert egyrészt nyugat-európai üzemeikben már most is magasabbak a fizetések, mint itthon, és az EU-n kívülre sem lenne érdemes menniük, hiszen a közösség biztonságot és stabilitást biztosít számukra.